Egy lóugrás a győriek válogatott tornászától Szabó Nándortól. Épp egy ilyen nekifutás utolsó lépésénél szenvedett súlyos sérülést a Rábalux bercsényi DS-ek kiválósága két napja az egyik edzésén, amikor a tért feszítő izma letépett egy darabot a jobb sípcsontjából. Szabót azóta már meg is műtötték a fővárosi sportkórházban, ahol két csavarral rögzítették a darabot. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy sem szalagjai, sem porca nem sérült, viszont így is 10 nap teljes pihenésre és egy hónapos tehermentes időszakra lesz szüksége. Csak utána kezdheti el terhelni, vagyis úgy tűnik, hogy az október közepi londoni olimpiára kvalifikáló világbajnokságot és a november közepi magyar csapatbajnokságot és egyéni mesterfokú OB-t is ki kell hagynia. A világbajnokságot tekintve valószínűleg a másik győri tornász Vecsernyi és Dávid előtt nyílik lehetőség a válogatottnál, ám a csapatbajnokságon való szereplés okozhat fejtörést a Rábalux Bercsényi DS edzőinek.